Jó estét kívánok, ez a közügyek, mai témáink pedig Szabadka visszaállítatja a vergődő madár szobrot. Vendégem mindjárt pillanatokon belül Maglai Jenő Szabadka polgármestere. És egy jó hír, érkezik az anyaországi oktatási nevelési támogatás, részletek mindjárt itt a közügyekben. Néphagyományuk és turizmus, hogyan lehet a kettőt összekötni? Erről kérdezem majd vendégemet, Szőke Anna néprajzkutatót. Kasztrálás védhet-e a pedofíliával szemben? Egykori bírót, illetve orvost kérdezek majd. És vasárnap önkormányzati választások Magyarországon, megmutatjuk, mi a tétje. Tartsanak velünk, kezdünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek Lassan, de biztosan közeledik Minden Szentek, illetve Halottak napja, amikor is a vajdasági magyar közösség az 1944-45-ös ártatlan áldozatokról is megemlékezik. Ugye tudják jól, tavaly ellopták a vergődő madár szobrot itt Szabadkán, az Entai úti temetőben, ahol közösségünk lerótta kegyeletét. Szabadka úgy döntött, visszaállítatja a szobrot, és már most, az idén a megemlékezéskor tekintélyes méltó körül között hajthatunk majd főt. Vendégem a stúdióban, Maglai Jenő Szabadka polgármestere. Szép jó estét kívánok, polgármester. Jó estét kívánok önnek is, és a tisztelt nézőknek is. Erősítse meg akkor azt, amit most a felvezetőben mondtam, hogy már most Halottak napjára visszakerül a szobor, és egy méltóbb helyszínen tudunk majd fejet hajtani. Hát azt gondolom, hogy a közösségnek mindenféleképpen a kötelezettsége az, hogy azokat a helyeket, ahol a közösség egyes tagja ellen atrocitásokat követtek el, azokon a helyeken valójában méltóképpen emlékezzen. Ahhoz, hogy méltóképpen emlékezhessen, ahhoz azoknak a helyeknek természetesen úgy is kell kinézni, illetve tartalmaznia kell azokat a szobrokat, tartalmakat, amelyek eredetileg is ott voltak. Sajnos az történt a tavalyi folyamán, hogy a szobrot eltolnyították, a rendőrség szerint ez haszonszerzési célból volt. Azóta ez bizonyítást nyert? Megállapították? Lezárták az ügyet? Ezeket az információkat kaptam, az ügy nem lett lezárva. A rendőrség elmondása szerint pontosan tudják, hogy ki volt az elkövető, de hát az elkövető ez nem tartózkodik Szerbia területén, úgyhogy ha a Szerbia területére vissza fog térni, akkor majd intézkedni fognak. Ön tudja, ki az elkövető? Nem szeretnék ebben kapcsolatban. Nem kell nevet mondani, csak tudja. Tudjuk, igen. Úgyhogy ettől függetlenül a szobrot azt mindenféleképpen úgy gondolom, hogy vissza kell állítani az eredeti helyére. Ahhoz... Még egyszer csak visszakérdeznék, ön is úgy érzi, hogy haszonszerzési céllal történt? Tehát annak birtokában, hogy tudja ki az elkövető, az ön megérzése mi? Valószínű, mivel a szociális szférához tartozó hatartozását illetően, meg vagy melyik szeméről van szó, akkor valószínűleg tartom, hogy igazából haszonszerzés céljából volt. Illetve a rendőrség elmondása szerint a szobor az nincs meg, tehát a szobrot az beolvasztották, az időközben különben nagy valószínűséggel megtalálták volna, úgyhogy ebből a szempontból is azt gondolom, hogy elsősorban haszonszerzési célból lett ez a szobor eltulajdonítva. Attól függetlenül mi van, eléggé sajnálatos ez a dolog, hogy ez megtörténhetett, kettő pedig az, hogy esetleg nem védtük le ezt a szobrot olyan formában, hogy le kellett volna legyen védve. A szoborra vonatkozóan elindítottuk a folyamatokat még tavasszal, közbeszerzési pályázat volt kiírva, és a közbeszerzési pályázaton egy belgrádi cég nyerte meg a munkát. Tudomásom szerint a szobor már ki van ötve Belgrádba, az utolsó munkákat végzik rajta. Nagy valószínűséggel a következő hétvége felé már a szobor vissza lesz állítva az eredeti helyére. Ezen kívül ez csak egy kis része azoknak a munkálatoknak és azoknak a hát elvégzett feladatoknak, amelyeket ezzel a kérdéssel kapcsolatban az önkormányzat megtett. Mindjárt ezt is elmondhatja. Visszakérdeznék még arra, ugye azt mondta, hogy belgrádiak nyertek ezen a közbeszerzési pályázaton. Lényegesen olcsóbb árat ajánlottak fel, vagy miért éppen olcsóbb a fővárosban? Olcsóbb ajánlott adnak fel. A közbeszerzési pályázaton a törvény kötelez bennünket. Az, aki az olcsóbb ajánlatot adja meg ugyanazokkal a feltételekkel, az kapja meg a munkát, és ez a belgrádi cég ez olcsóbb ajánlatot
adott más jelentkezőkkel szemben, és ők kapták el. Voltak szabadkai jelentkezők is? Voltak szabadkai jelentkezők is, igen, voltak. Ön látta-e, ahogyan készül a szobor, vagy valaki ellenőrzi ezt? Így van, láttam ki fényképeken, illetve külön szakcsoportja van az önkormányzatnak, amelyben építészmérnök, illetve a Műemlékvédelmi Intézetnek egy szakmunkatársa vesz részt. Ők több alkalommal is voltak lent Belgrádban, és lekeverték a munkálatokat. Ennek a következményeként van az, hogy pontos információink van, hogy hogy áll az egész folyamat. Ez egy pontos hasonmása lesz az eredeti szobornak? Így van, ez egy hasonmása lesz az eredeti szobornak. A súlyában mindenben meg kell egyezni, és úgy is lett kiírva a pályázat, hogy mindenben meg kell egyezni az eredetivel. Beszéljünk akkor a biztonsági előkészületekről, hiszen ott szakítottam meg, hogy szeretnék, hogyha a jövőben biztonságban tudhatnák a szobrot is, illetve hogy méltó körülményeket teremtsenek a Zentai úti temetőben. Hát azt gondolom, hogy ez a kötelezettségünk, hogy nehogy az történjen meg, hogy megemlékezés után újra egy hónapra, egy kettőre újra eltulajdonítsák a szobrot, mert ennek a lehetősége komolyan fennáll, hiszen egy komoly értékről van szó, kettő pedig nem hiszem, hogy az önkormányzatnak minden évben millió dináros tételeket kellene kifizetni arra vonatkozóan, hogy ezekben az ügyekben lépjen. Tehát ennek a függvényében olyan munkák lettek elvégezve, amelyel meg fogjuk védeni a szobrot, illetve maga az egész szoborkomplexumot, a megemlékezés helyét elsősorban ki lett világítva az egész rész, a kamerarendszeret felszerelve, külön biztonsági intézkedések vannak előlátva a szobor, illetve a komplexum megvédésére. Egy csomó olyan munka lett elvégezve, amelyben rendbe tettük, illetve hát azt mondom, hogy sokkal jobb állapotban, sokkal rendezettebb állapotban van most ez az emlékhely. Kerítéssel körülött kerítve az egész, új kapuk lettek felállítva, ettől függetlenül meg ki lett takarítva az egész környék, rendben lett téve az egész környék, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen kívül valószínűleg jövőre még egy-két dolgot még majd illetve rendbe teszünk ezen az egész komplexumon, úgyhogy másképp fog kinézni az idén ez a komplexum, mint az előző években. Konszenzus volt a hatalmi koalíción belül ebben a kérdésben? Nem volt kérdés ez a dolog, hogy ezt vissza kell állítani, és hogy ezt igazából a közösségnek a kötelezettsége az, hogy a szobor továbbra is ott legyen, és hogy tulajdonképpen tudjunk még emlékezni a 44-es parcellán. Említette azt is, hogy rendezték a területet, a környéket. Talán a körülményekre való tekintettel nem méltó a kérdés, de mégis mennyibe került ez az önkormányzatnak, és milyen esetleg olyan tevékenységeket is végre kellett hajtani, amelyeket az előző periódusban nem rendeztek, gondolok például a telekre. Majd 2 millió dinárjába került ez az önkormányzatnak, ugyanúgy rendeznünk kellett, hogy a teleknek a használói jogát is átruháztuk most már a temetkezési közvallatra, majd akkor a temető karbantartása mellett köteles lesz karbantartani ezt az emlékhelyet is, mert eddig a köztisztviselői közvallatnak a használati jogával volt, akinek hát valójában igazából nem feladat, illetve nem szűkebb munkaköri kötelezettsége, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, úgyhogy ezt a jogi gubancot is valamilyen formában megoldottuk, és igazából rendeztük ezt a részét is a kérdésnek. Hogyha a területet, illetve az emlékhelyet rendezték, jelente ez valamit a megemlékezés menetére vonatkozóan, valami újítások lesznek-e? Nem hiszem. Mindenféleképpen nem az önkormányzat szervezi, hanem igazából az emlékbizottság szervezi mindig a megemlékezéseket, úgyhogy ez az emlékbizottságtól fog függni, hogy ő esetleg szeretne itt valamit módosítani, de valószínűleg tartom, hogy azért nagy módosítások vagy nagy eltérés az előzőek való megemlékezésre képest nem hiszem, hogy lesz. Témához kapcsolódik az is, hogy időnként, főleg halottak napja környékén, ismét a közvélekedésbe kerül a médián keresztül az, hogy ezek a nevek, amelyek az emléktáblán szerepelnek, nem biztos, hogy méltóak azon, hogy ott helyet kapjanak. Egyszerűbben fogalmazok. Amikor eljön a megemlékezés ideje, olyan megnyilatkozásokat hallunk, hogy az a lista, illetve maga az emléktábla különféle bűnösöknek a nevét is tartalmazza, és hát itt főleg a szerb média szokta ezt a témát fölkapni, illetve a szerb közösség részéről hangzanak el ilyen. Azt gondolom, ezt a történészetnek kellene megállapítani, és ez a szakmának kellene ezzel a kérdéssel kapcsolatban foglalkozni, hogyha igazából vannak ilyen megalapozott állítások, akkor azt gondolom, a szakma kellene ezzel, hogy foglalkozzon. Ez a szoborkomplexum felett állítva, nevek ki lettek írva, én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban, hogyha nincsen egy olyan szakmai, hát azt mondom, hogy állítás vagy szakmai döntés arra vonatkozóan, hogy esetleg valakinek a neve nem ott kellene, hogy szerepeljen, akkor azt gondolom, hogy addig nem
illdamos ezt felvizsgálni. Ha erre igazából lesz egy szakmai döntés, vagy esetleg egy bírósági, vagy állami hivatali döntés erre vonatkozóan, akkor tud ma az önkormányzat ebben a kapcsolatban lépni. Tud-e ilyen kezdeményezésről? Csak a médiumokon keresztül hallottam, hogy vannak elégetlenség. Egy ügyjel személyesen is megismerkedtem, azt gondolom, hogy azzal a kérdéssel is a történészekkel nagy foglalkozzanak, és ők elmondják azt, hogy igazából annak a személynek a neve ott kell, hogy legyen, vagy nem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kérem. Köszönöm. Timi azt szeretné, ha gyermekei magyarul tanulnának, Gergő, Gyöngyi és Enikő anyanyelvén lehet kiegyensúlyozott és jól teljesítő diák. A Magyar Nemzeti Tanács védi és fejleszti a magyar oktatást. Ehhez önre is szüksége. Szavazzon! Október 26-án Magyar Nemzeti Tanácsot választunk. Érkezik az oktatási nevelési támogatás Magyarországról. Szabadkán a Magyar Házban ma délután ünnepélyes keretek között több családnak személyesen nyújtották át ezt a támogatást. Vendégeim a stúdióban pedig először is az érintett diákot mutatnám be, Zelenka Máté Temerinből és édesanyja Angéla. Szerbusz, illetve jó napot kívánok! Itt van Dudás Károly, a CMH Polgári Egyesület elnöke, és köszönhetem Grezsa Istvánt, Magyarország határon átnyúló beruházások ellenőrzésért felelős miniszteri biztosát. Szép jó napot kívánok! És akkor Máté az első szó, hatodik osztályos vagy. Mi a kedvenc tantárgyad? Hogy tanulsz? Szereted-e az iskolát? Biológia a kedvenc tantárgyam, mert az anyám tanítja, és hát rendszeresen kell tanulni, mert... Édesanyánál külön? Kétszer kell bizonyítani? Hát úgy körülbelül. És hát naponta egy 6 óránk van. De szeretsz tanulni? Hát nem nagyon, mert a 6. osztályban nehéz. Új dolgok vannak, és akkor nehéz megtanulni az új dolgokat. De amit megtanulsz, az később jól jön, igen. Ez biztos. Kérdezném akkor önt, aki pedagógus ezek szerint, tanár, bizonyára jól jön ez a támogatás, még hogyha nem is esik egybe az iskola kezdéssel. Persze, hát nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért, és nagyon jól jön. Mi 4 gyereket nevelünk a családba, 2 középiskolás, a 2 nagyobbik lányunk, és 2 általános iskolás, a 2 kisebbik fiunk. Bizony van hová tenni ezt a támogatást, tehát hogyha nem is a tankönyv vásárlásra használjuk föl, de a kirándulások, az állandó kiadások, úti költségek. Időnként új fizetet kell venni. Persze, persze. Van neki helye. Úgy gondolom, hogy minden családban, ahol iskolás diák van. Önt kérdezném, akkor Magyarország ugye kiemelten tekint arra, illetve kiemelten kezeli azt, hogy a külhoni területeken a magyar oktatás fönnmaradjon. Ez a támogatás egyik formája, ugye? Így van, köszöntöm a nézőket. Hát ez a legjelentősebb szelete a nemzetpolitikának. Éves szinten Kárpát-medencében 4,8 milliárd forint, amit oktatási nevelési támogatási címén kifizetünk, és ez teljesen természetes folyamat, hiszen a nemzeti együttműködés rendszerét építjük az anyaországban, amely annyit jelent, hogy egyetlen egy magyarról sem kívánunk lemondani. Végre 25 évvel rendszerváltás után eljutottunk idáig, hogy ezt a legmagasabb politikai szinten is megfogalmazta a magyar kormány, és reméljük, hogy majd a magyar társadalom közgondolkodása is követni fogja ezt a kormányzati szándékot, és ezen belül a legfontosabb terepe a magyar jövőnek a Kárpát-medencében az iskola. Úgyhogy minden szülő
szülő, aki magyar iskolába vagy magyar óvodába iratja gyermekét, az nem csak egyszerűen egy gesztus teszt, vagy egy természetes mozdulatot tesz ezzel, hanem még ha nem is tudja, vagy nem nincsenek ilyen nagy magasztos szavakról szó egy ilyen esetben, de egy nemzetpolitikai cselekedet tett ez, ami semmi más nem jelent, mint azt, hogy egy nemzet tagjai vagyunk. Ezzel a támogatással a magyar állam köszönetét szeretné kifejezni a szülők irányába, vagy valóban anyagi támogatást kíván nyújtani, hiszen hallottuk, hogy szerencsére még mindig akadnak nagy családok, ahol valóban nagy kiadást jelent az iskola. Én azt hiszem, hogy ez a szó, hogy köszönet talán nem jó, mert ebben olyan furcsa érzések is vegyülhetnek. Ez egy természetes folyamat, inkább azt mondanám, vagy így fogalmaznék pontosabban, ma már egy természetes folyamat egy mindenkori magyar kormány részéről, hiszen itt a Kárpát-medencében határok szabdalják a mi létünket, életünket, naponta nagyon jól tudjuk, hogy mennyi jogsértéssel és igazságtalansággal szembesülünk nap mint nap, és ahhoz, hogy a nemzeti humán erőforrást összefogjuk, annak természetes része az, hogy minden gyermek, aki magyar iskolába tanul, kapjon a magyar államtól támogatást, és ez nem csak azért szükséges, mert hát így kívánja a tisztesség, hogyha már Trianonban történt, ami történt, hanem valóban úgy gondoljuk, hogy úgy lehet építeni ebben a földrajzi területen kibontakozást, hogyha mindenki a szülőföldjén boldogul, és ezért remélem, hogy a következő években az oktatási, nevelési támogatások mellett majd a mi részünkre most nyíló 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklusban végre a gazdaságfejlesztési támogatásokból is jut határon túli magyar vállalkozásoknak. Az oktatási nevelési támogatások lebonyolítója itt Vajdaságban a CMH Polgári Egyesület, illetve a jól ismert, közismert CMH irodák. Változott-e az idők folyamán az önök feladata e téren? Igen, amikor megkaptuk ezt a feladatot, akkor nagy-nagy örömmel fogadtuk, mert tudtuk, hogy több ez egyszerű munkánál. Én úgy gondolom, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy az irodák vezetői munkatársai egyfajta küldetésnek, szolgálatnak fogták fel kezdettől fogva, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél több diákhoz eljusson ez a támogatás. Ami indulásnál más sok végezték ezt a feladatot, és mindössze néhány ezer támogatottat sikerült begyűjteni. Mi már az első évben, amikor átvettük ezt a feladatot, akkor közel 25 ezer támogatottat sikerült mozgósítanunk, a tanárokat, diákokat, iskolaigazgatókat, szülőket természetesen. És nagyon, hadd mondjam el, egy adatot is mondjak, hogy kezdettől fogva, ugye, tehát több mint 10 éve végezzük ezt a feladatot, nem csökkent a szám, pedig hát a délvidéki magyarság lélekszáma meglehetősen fogyatkozott, és nem csökkent, és hogy nem csökkent, annak is köszönhetjük, hogy az anyország, a nemzeti kormány elfogadta, amit korábban nem fogadtak el, mi igen határozottan próbáltuk jelezni, hogy rendkívül fontos a számunkra, hogy az óvodásokat is bevonjuk a támogatottak körébe, és hát meghallgatása került a kérésünk, és azóta az óvodások is kapják ezt a támogatást, tehát az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, és ugyanakkor hát hallgatói támogatások is vannak, tehát én azt hiszem, hogy minden tanuló, délvidéki tanuló, magyarul tanuló gyerek most már megkapja, és az arra jogosultakat, mindent elkövetünk, hogy az arra jogosultakhoz elérjen a támogatás, és mindent elkövetünk annak érdekében is, hogy a jogosulatlanok pedig ne jussanak hozzá. Beszéltünk, illetve a beszélgetés elején megjegyeztem is magam, gyakorló szülőként jól tudom, hogy egy támogatás mindig jól jön, de főleg akkor, hogyha segítség időben érkezik, tehát még tanévkezdés előtt, akkor talán jobban éreznék a támogatás erejét a szülők. Igen, a következő most, ahogy meghallgatásra talált az a kérésünk, hogy az óvodások is kapjanak támogatást, én nagyon bízom abban, de én miniszteri biztos úrnak már jeleztem, de államtitkár úrnak is jelezni fogjuk levélben, hogy a szülők hát arra biztatnak bennünket, hogy kérjük, és a kérésünk biztos bíznak a
a nemzeti kormányban, hogy meghallgatásra talál, hogy próbáljuk közösen elintézni, hogy előrébb hozni valamiképpen a támogatások kifizetését, tehát valamikor még a nyár folyamán. Én tudom, hogy ez elég bonyolult, mert szabadságok vannak, meg a magyar költségvetés, hogy alakul, ebben nem kívánunk beleszólni, viszont rendkívüli fontos lenne, hogy már mire, hiszen egyre sanyarúbb a helyzetünk nyilván, aki szembesül a mi világunkkal, az pontosan látja, hogy egyre nehezebb helyzetben van a délvidéki magyarság, egyre nehezebben élnek az emberek, és főleg ott, ahol 2-3 gyerek van, nagyon jelentős az, hogy a támogatások már az iskolakezdés előtt célba érjenek, és lehessen iskolatáskát, cipőt, könyvet, egyebet vásárolni ezen a támogatáson. Beszéljünk konkrét gyakorlati dolgokról is, tehát ma megkezdődött a támogatások folyósítása, illetve ezzel a szimbolikus személyes átadással itt a Szabadkai Magyar Házban. Mikor kapja meg a többi család, mekkora összegről beszélünk, hol kell érdeklődni, milyen sorrendben osztják, mi az, ami eddig nyilvános? Igen, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos pillanat mindig, egy bensőséges, most már hosszú évek óta gyakoroljuk ezt, hogy az anyország jeles képviselője átadja az első támogatásokat egy-egy iroda vonzás körébe tartozó támogatottaknak, és ettől a pillanattól kezdve megkezdődnek a kifizetések. Jelen volt, nem véletlenül jutott az asztalnál az OTP bank vezetője is, itteni vezetője, ő is megerősítette azt, hogy a pénz itt van, tehát a támogatások itt vannak, és elkezdődnek a kifizetések. Különböző egyébként várhatja mindenki. Mi próbáltunk nagyon igazságosak lenni, és előbb az ABC sorrendben, előről az ABC-t, aztán visszafordítottuk. Fordítva, tehát hátulról, igen. Hogy nehogy szó írja ház elejét, hogy valamiféle kivételezést teszünk, nincs kivételezés. Én azt hiszem, hogy mindenki, aki jogosult, meg fogja kapni, és természetesen, ha valami gond van, ezt mindig meg szoktuk oldani, akkor jelezzék a CMH irodáknak. De feltétlenül az elkövetkező héten, hanem mindenki egy így kicsit van, türelemmel viseltessék. Türelemmel legyenek. Én nagyon bízom abban, a gyakorlat azt mutatta, hogy egy hónapon belül azért célba jutnak a támogatások, és amennyiben nem, akkor azért de hát természetesen arra biztatjuk majd a szülőket, hogyha nem kapják meg egy hónapon belül sem a támogatást, akkor jelentkezzenek, és az irodák segítenek ebben. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. És Miklós szeret színházba, kiállításokra, hangversenyekre járni, és szereti a fesztiválokat is. Hétvégenként szívesen kirándulnak Vajdaságban, és fedezik fel értékeinket. Gyermekük számára már természetes lesz, hogy az élményekért nem kell messzire utazni. A Magyar Nemzeti Tanács értéket teremt, és őrzi hagyományainkat. Ön nélkül ez nem megy. Szavazzon! Október 26-án Magyar Nemzeti Tanácsot választunk. Hogyan lehetne gazdagítani, újabb tartalmakkal megtölteni Vajdaság turisztikai kínálatát? A színes hagyományvilág értékeit mi módon lehetne beilleszteni az idegenforgalmi kínálatba? Erről a kérdéskörről tanácskoztak Kishegyesen. A néprajzi konferenciát a Kis Lajos Néprajzi Társaság szervezte Értéktároló útjaink címmel. Vidékfejlesztés, kultúrturizmus, a kisközösségek önszerveződésének segítése, a folklórhagyaték népszerűsítése.
több témaegység került terítékre a Kisegyesi Helyi Közösség tetőterében tartott konferencián. A tanácskozás fő célja a vajdaság értékálló, gazdag hagyományvilágában rejlő gazdasági potenciál feltérképezése volt. Hogyan beépíteni néphagyományainkat a turizmusba, tehát a vajdasági turizmust gazdagítani a néphagyományainkkal, vagy a fordítottja, hogy a néphagyományokat belopni az emberek szívébe. Az épített és a szellemi örökségünk, a vajdasági magyar értéktár elemei, a határon túli hungarikumok listája jó alapul szolgál a munka megkezdésére, emelte ki a tanácskozáson Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás lista vezetője. Ezeket hogyan tudjuk tartalommal megtölteni, és ehhez kellenek nekünk azok a szakemberek, azok a néprajztudósok, akik szakmailag ezt meg tudják erősíteni, el tudják nekünk mondani, és azok a gyakorlati emberek és azok a vállalkozóknak a fölfedezés a legfontosabb, a leglényegesebb, akik ebben fantáziát látnak. Az európai jogharmonizáció eredményeképpen több lehetőség nyílik majd a kisiparosoknak, kézműveseknek és a helyi tájjellegű termékek készítőinek is. Az embereknek a tudatába jusson el, hogy vannak bizonyos törvényes kötelezettségek, bizonyos törvényes előírások, amelyek nem csak arról szólnak, hogy az embereket fejbe kottpintsák, hanem bizonyos előnyök is származnak belőlük. Na most az a legnagyobb probléma, hogy mi ezeket a törvényeket nem ismerjük. A konferencián elmondták, az egyik első feladat, hogy a vajdasági magyar szellemi kulturális örökség kincseit a szerb állam törvényesen is elismerje. Csak ezzel a jogkörrel lehet ugyanis új tartalmakat behozni, fejlődni, értékesíteni. A közügyek vendége Szőke Anna néprajzkutató, az Értéktároló útjaink című konferencia főszervezője. Szép estét kívánok! Köszönöm szépen, én is. Ebben a bejátszásban több problémakört is megnyitottunk. Haladjunk sorjában. Az első, amit ön is mondott, hogy hogyan lehetne beépíteni a néphagyományainkat a turizmusba, az emberek szívébe belopni a néphagyományokat, nincs ott már? Teljességében nincsen. Pedig annyi tehát rendezvényünk van, azok olyan tömegesek. A köztudatban inkább belterjesek ezek a rendezvények. Most említhetnék például a Satrincai Liba Fesztivált konkrétan. Hát nagyon kevesen utazunk el. Tulajdonképpen nem vagyunk részesei ezeknek a rendezvényeknek. Hogy csak a helyi dolgokra megyünk többnyire? Többnyire, igen, és nagyon összetévesztjük a fesztiválokat, és azokat a rendezvényeinket, amelyek néphagyományon alapulnak, és talán évi rendszerességgel kellene megtartanunk ugyanabban az időben, hogy a köztudatba ez valahol megalapozódjon. Erről ki volt szó. Ki segítene itt majd kategorizálni, vagy útbaigazítani? Mi néprajzosok. Erről is szól tulajdonképpen, hogy azért van a Kis Lajos Néprajzi Társaság, mint tudományos társaság, hogy segítsünk a kisebb településeken, akár művelődési egyesületeknek, de én nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ahogy a Nemzeti Tanács ezt célul tűzte ki, egy közös szervezéssel meg tudnánk oldani azt, hogy tudomásunk legyen arról, hogy például Kisoroszon Gombóc Fesztivál van, és az elejében szervezni kellene utakat ide, kiránduló csoportokat. Nem gondolok én itt 50 személyre, de egy 10-20 fős csoport, ha elmenne. Tehát valahol el kellene kezdenünk azt, hogy készüljünk, mint valamikor a templom búcsukra. Azok is sajnos most már feledésbe merülnek, de mindenki tudja például, hogy Kishegyesen mikor van július végén, Szent Anna napján a templom búcsú. Tehát bizonyos dolgokat nekünk így kellene beépíteni a köztudatba. És itt még arról is szó volt, hogy egy kicsit saját hasznunkra fordítani ezeket a rendezvényeket. Szomorúan hogyan mondom, lehetne saját hasznunkra fordítani? Elmondom, a fesztiválok ugye általában nagy pénzeket visznek el, de
ha például most azt mondom, hogy Adán, jártam egy 2-3 héttel ezelőtt a Mesterségek napján, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez létezik. Egy csodálatos rendezvény, az Aranykapu rendezi, szervezi, és ott kiderült, hogy azon a vidéken nagyon sok birsalma van. És birsalma kompótot ettünk, meg üdítő, és hogy nem tudják árusítani, értékesíteni a birsalma sajtot. Miért? Mert nem tudunk róla. Uh-huh. Simán, mert nem tudunk róla. Ez reklámozást jelentene? Erre van szükség? Arra is. Tehát kellene egy olyan kiadványt szerkesztenünk, amely mondjuk 2-3 fejezetből állna. Az első fejezet arról szólna, hogy nemzeti kincseink, értékeink, amelyeket állandó jelleggel lehet látogatni. Most felhoznám példának az elemméri templomot, ahol ugye kis Ernő földi maradványai nyugszanak, és akkor ott meghatározni, hogy látogatható az év minden napján, ennél és ennél van a kulcs vagy a telefonszám, mert ezek nagyon hiányoznak. Tehát ez lenne az első. Nyithatok egy zárójelet. Nem régiben családilag voltunk Zomborban. Nem jelentkeztünk be, csak úgy elmentünk, mert ilyen kedvünk volt. És beszerettünk volna menni a helyi magyar templomba, de volt zárva. Nem volt kinél kopogni, hiába csöngettünk ott ugye a kolostornál, semmi nem történt, megszerettük volna nézni az Entai csata festményt, nem lehetett, mert épp valamilyen küldöttség érkezett a városházára, tehát erről beszél nyilvánvalóan. Igen, mert én rengeteget jártam Magyarországon, beutaztam, meg dolgoztam is Kisvárdán 10 éven keresztül a nyári hónapokba, és például ott a Tákosi templom nincs nyitva állandóan, de ki van téve egy kis táblán, hogy Marika nénit vagy Erzsike nénit ebben az utcában, tessék egyenest menni, becsöngetni, és a telefonszám. És elmentünk, és kinyitotta, jött. Tehát ez nagyon hiányzik mi nálunk, hogyha jön a turista hozzánk, mert jönni fognak. Tehát kellene a kiadványnak egy része, hogy arról szóljon, hogy most például a kikindai taposómalmot is fölhozhatom példának. Egész Vajdaságban egyetlen egy van, és Magyarországon is egy van. Tehát ez egy akkora kép. Unikum, hungarikum. És nem lehet látogatni, mert ugyanez az eset, ami önökkel történt az Zomborban, hogy kinél a kulcs, vagy, mert hát ez egy bekerített terület. Na most, ha már oda elmennénk, azt is tudni kell, hogy azon a vidéken igen sok szilvaterem, tehát akkor ott lehetne vásárolni szilvalekvárt, nem tudom, pici kis pálinkát, nem literesre gondolok, csak úgy dísznek, vagy emlékbe. És ugyanez volt a birsalma sajttal is, hogy amikor én ezt elmondtam, hogy szép csomagolásba, és vagy 10 ember azt mondta, hogy ő biztos venne. Tehát nem tudunk róla. Na most ez kellene, hogy a kiadványunk második része erről szóljon, hogy ezen a napon itt és itt minden évben. Vagy visszatérve Satrincára, Márton napjára tenni a Taliba fesztivált. És akkor azt is be lehetne írni, hogy lehet friss húst rendelni, ezen a napon tessék jönni, kinél lehet rendelni. Hát ha megengedi, azt is elmondom, hogy félvajdaság a Tesco-ból él, hordjaja húst. Nem biztos, hogy jól teszi. Nem teszi jól, 100% nem teszi jól. Azt, amit mi tenyésztenénk, és a miénk is, tehát itt értem azt, hogy a saját hasznunkra is tudnánk azért a turizmust fordítani. A harmadik fejezet lenne az zarándokutak, itt élek beszédes Valéria mondatával, hogy azok nem turista utak, nem szabad összekeverni, összetéveszteni. A zarándoklat az a kegyhelyekrehez szól, és oda lelkünk üdvéért, vagy ki hogyan fogalmazza meg, azért járunk. De bele kellene ezt is tenni harmadik fejezetként, hogy búcsú itt és itt van ezen a napon, templombúcsúra gondolok. És hát erről volt tegnap szó, nagyon-nagyon sok jó ötlettel, és ami még jobban tetszett én nekem, hogy Gombostól, Kisoros, Rosszig, Nagy Kikindáig eljöttek az emberek. De most kell, én azzal fejeztem be tegnap az előadásomat, hogy nagy-nagy összefogásra van szükségünk itt Vajdaságban. Kik kellenek, hogy összefogjanak? Hát kell egy főszervező, aki ezt a kiadványt szerbül, magyarul, angolul megcsinálná.
Azután kell lennénk mi a... Most mutatok önmagamra is. De hát nyilvánvaló, hogy az ember önmagára mutat, hogyha néprajzos. Igen, de azért merem ezt mutatni, mert én vállalnám a segítséget. Nem biztos, hogy minden néprajzos kollégám fölvállalná azt, hogy ingyen és bérmentve részt vegyünk ebben a munkában, de hogy összegyűjtenénk a dolgokat, a másik, hogy segítenénk is, hogy az, amit csinálnak, az hiteles legyen valamennyire. Nem mehetünk vissza mi évszázadokat, mert minden megváltozott. Volt az ipari forradalom, most a technikai vívmányok beköltöztek a családba, tehát már nem úgy élünk, mint esetleg 100, 200 vagy akár 50 évvel ezelőtt. De azért a hitelességét meg kellene tartani egy-egy rendezvénynek. Ez azt jelenti, hogy a szervezőket útmutatással, iránymutatással nagyon kell segítenünk. Igen, mert időnként tapasztalható az, hogy valami nagyon, olyan irányba elmegy egy-egy rendezvény, nagyon, ahol az ember a gyökereket keresni, de nem találja. Példának még egyet mondok. És itt nem mondok. A jó szándék, a jó akarat kérdőjeleződik meg, pusztán a szakmaiság esetleg. Igen, tegnap is elmondtam, hogy a disznóvágások Szent Andráskor november végén kezdődtek. Olyankor nem szoktak kocsonyafőző versenyt rendezni. Tehát, és megtörtént Vajdaságban, nem nevezem meg. Tehát itt hiányzik az, hogy konzultáljanak a néprajzosokkal, nagyon szívesen fogunk tanácsot adni, sőt, még azt is megmondani, hogy hol találja meg, és azt is kihangsúlyozom még, hogy ne a számítógépről, tehát ne a világhálóról szedjék le a dolgokat, mert nem biztos, hogy az hiteles a mi környezetünkre. Ilyen volt egy luccanapi, hogy kukorica csuhéból csináltak a gyerekek fejére koronát luccanapkor, soha nem volt a vajdasági nyelvterületen ez szokásba. Nekünk is van egy gazdag hagyományunk, érdemes és azt ápolni. És abból kell, és nagyon meríteni. Gazdag. Beszéljünk még csak a végén egy kicsit a törvényekről érintőlegesen. Mit kell szabályoztatni, vagy hogy kell, hogy ez az egész bekerüljön a szerbiai? Ez a tájházakra vonatkozott. Három vagy négy törvényileg elfogadott tájházunk van, műemlékvédelem, stb., ezt mind végig kell járni, de nagyon sok tájház van egyébként, vagy faluház, vagy emlékház, csak nem hitelesek. Igen, tehát, és visszakanyarodtunk megint. Igen, tehát nem hitelesek, berendezik, ide is kell a néprajzosokat hívni, nekünk van külön, például nekem nem szakterületem a tájház, de mert szakosodunk, ugye, aki doktori képzésen átesik, az egy területet kiválaszt magának. És, de például a beszédes Valéria, ő az egyik fő szakembere ennek a területnek, és ki kellene kérni a véleményét. Hogyan kell katalogizálni ezeket, mert ezeket mind leltári szám alá kell venni. Hogyan kell kérni az akkreditációt rá Belgrádtól. Ebben Valéria nagyon sokat tud segíteni. Tehát így lesz hivatalos az, hogy el is fogadják, hogy hát ez tényleg az. Köszönöm szépen, hogy eljött nagyon hozzánk, szívesen. És nagyon sok munkát kívánok, mert akkor lesz eredménye mindannak, amiről beszéltünk. A néphagyomány azt mondja, hogy adja a jó Isten. Köszönöm. Kérem. Az elmúlt időszakban több gyermekek sérelmére elkövetett szörnyű büntet rázta meg a közvéleményt Szerbiában. Ezt követően a Demokrata Párt benyújtott egy módosító indítványt a szerbiai képviselőházbanak, amellyel a büntető törvénykönyvet szeretnék módosítani és bevezetni a kémiai kasztrálást büntetésként itt Szerbiában, mégpedig a visszaeső nemi bűnözők és a pedofilok esetében. Mindez mit jelent orvosi, illetve jogi szempontból, arról kérdezem a közügyek vendégeit, mégpedig Sallai Tibor egykori jogászt, jó napot kívánok, és Alekszandr Evetovics orvost, jó napot kívánok. Kezdjük akkor először is az orvossal. Mit értünk kémiai kasztrálás alatt? Hát kémiai kasztrációnak a lényege az, hogy fizikailag nincsenek eltávolítva azok az úgynevezett mirigyek, amelyek ezt a
az ingert praktikusan indítják az emberben, hanem lassan, fokozatos terápiás módszerrel, különböző gyógyszerekkel próbálják sublimálni, szuprimálni azokat az ingereket, vagy azokat a felhajtó erőket, ugye az a férfiasság felhajtó erejét, amelyek praktikusan vannak. Egyszerűen csökken a nemi vágy, vagy megszűnik? Cél az, hogy megszűnjön. Na most ennek a reflexiója individuális is lehet. Tehát annyira lehet individuális, hogy egy bizonyos fokig, egy bizonyos ideig, ugye, teljesen meg fognak szűnni ezek az ingerek, de attól függ, hogy mekkora az emberben az indulat. Hogyha az agresszióval is fokozódik, akkor visszajöhet az agresszió, a szexuális agresszió, mint olyan, függetlenül attól, hogy kémiai kasztráció után van. Ez azt jelenti, hogy akik nemi erőszakot követnek el, azok esetében általában megfigyelhető az agressziónak ez a fajtája is, amikor visszaél azzal a helyzettel, illetve az a helyzet is örömet okoz az elkövetőnek, hogy ő fizikailag bántalmazni tud, nemileg bántalmazni tud, alárendelt helyzetbe tud kényszeríteni valakit. Ez semlegesítheti a hatást? Ilyen betegeknél ez egy domináció. Tehát maga a fizikai és a nemi erőszak az egy bizonyos domináció. Na most ezt pszichiátriailag is kell kezelni, és feltétlenül kell kezelni, nem csak kémiai úton. Tehát most vagy kémiai, vagy fizikai úton, most ki melyik törvény, hogy ítéli meg, vagy hogy képzeli el. De a legfontosabb az, hogy ennek egy pszichiátriai hátterét is nagyon-nagyon le kell halkítani, hogy úgy mondjam, és hogy nagyon sokat kell foglalkozni ezekkel a betegekkel, mert ezek lényegében betegek. Innen folytatjuk. Önt kérdezem, nem egyedülálló ország lenne Szerbia, amennyiben ez a törvény megszületne, hiszen más országokban is alkalmazzák a kémiai kasztrálást. De mit szól ehhez a szerbiai jogrend? Hát a szerbiai jogrend ilyet még egyenlőre nem lát elő, ilyen nincs a büntető törvénykönyvben. Most jött ez a javaslat, ha bár ez nem az első ilyen javaslat, mert még a Bátyi, mind igazságügyminiszter, korábban vagy utána, most már nem tudom volt mikor. Volt egy ilyen kezdeményezés, igen. Ő ezt már kezdeményezte. Na most mi, hogy ezek az esetek történtek, ez most természetesen fölpörgött a közvéleménybe, stb. És most ezt javasolták bevezetni. Na most ilyen formában, mint büntetés, sehol a világon nincs bevezetve. Vannak országok, ahol kötelezően ezt a kasztrációt, ezt a vegyi kasztrációt megcsinálják, de ezt minden esetben úgy, hogy a polgár, illetve az elkövető beleegyezésével. Tehát önként kéri, nem kényszerítve, nem a törvény erejével alkalmazzák, ez az európai. Akik bevezették kötelezően, és egy-két amerikai államban van még ilyen, hogy kötelezően ezt meg kell csinálni. Na most így, mint büntetés, így nem hiszem, hogy elfogadható lenne a világ és a civilizáció számára. Miért? Egy, hát azért, mert akkor ez nem büntetés, illetve akkor ez nem, mert minden büntetésnek ugye az a célja, hogy azt rehabilitálni, és hogy az, mikor letöltött a büntetését, akkor rehabilitálva kijön és vissza tud illeszkedni. Igen, ez a cél, ez a pedig, gyakorlat pedig, viszont egészen más. Így van. De ez akkor inkább ilyen, nem tudom, bosszú, vagy ilyesminek tekintenék az ilyen dolgot. Visszatérnék orvosi szempontból, majd foglalkozunk azzal is, hogy ezek az emberek betegek vagy nem. Viszont mennyi ideig hat ez a kémiai kasztrálás? Tehát ezt folyamatosan kell adni, a gyógyszert vagy az injekciót, egyáltalán gyógyszerről vagy injekcióról van szó, mennyi ideig tart a hatása, ez végérvényes változást jelent, vagy pedig a kezelés megszüntetésével minden visszatér a normális kerékvágásba? Tehát ez egy bizonyos folyamat, egy bizonyos ideig kell adni. Ennek a sémája, hogy orvosilag megvan határozva. Most ez egy érdekes dolog az, hogy én az imént is mondtam, hogy mi egy bizonyos fokot el tudunk érni abban, hogy a nemi ingerek, mint olyanokat le tudjuk csillapítani. De az agresszivitást és ezt a dominációt, mint olyan, ezt vegyi úton nem lehet.
Vagyis nem lehet úgy vegyi úton, ahogy mi elképzeltük, hogy beadtuk azt az, hogy is hívják, injekciócsoportot, vagy orvoságcsoportot egy bizonyos időn keresztül, amivel mi a praktikusan ezt a kasztráció, a kémiai kasztrációt elértük, vagyis azt gondoljuk, hogy elértük, de maga az okozat, az nem hormonális alapú, hanem az egy beteg pszichés. Tehát ezeket a betegeket, én azért mondom betegek, mert ezek az emberek tény is valahogy betegek. Abszolút izolációba kell tartani, és kétszeres kezelési mód, ez szerintem, hogy egyéni véleményem, tehát egy dupla kezelési mód, azon kívül, hogy ezt a bizonyos kasztráció módszert alkalmazzuk, őt nagyon komolyan kell, mint pszichiátriai beteget kezelni, és természetesen izolálni. Ez börtönt jelent? Abszolút igen. Abszolút igen, méghozzá megint szerint véleményemről van szó. Egy pillanat csak, mennyi, hány év börtönbüntetés jár annak, aki nemi erőszakot követel? Pedofilnek, hát, illetve? 18 év és 20 év nem jár, ez a maximum, hogyha halál és a több a legsűrösebb esetekben. Ennyi idő elég? Egy betegnél nem. Tehát a pszichiátriai beteg, már most ilyen pszichiátriai betegről beszélek, tehát hogyha fokozatosan 20 éven keresztül van egy bizonyos terápia alatt, akkor a 20 év után, ha megszűnik ez a terápiaadás, egy bizonyos idő múlva ő feljöhet. Visszatérhet. Na most ki garantálja azt, hogy ha valaki kimegy, mert senki sem ülli a 18-20 éve, ugye? Hogy kimegy az a 10-11-2 éven belül, hogy rendszeresen fog minden nap, vagy hetente jelentkezni az orvosánál, és beszedi a gyógyszert, és stb. Ennek van szociális háttere, anyagi háttere, hogy is jövök, összetett a dolog. Tehát én szerintem valahogy a törvényadásnak, lehet, hogy tisztelt barátom is helyeselni fogja, úgy kellene foglalkozni ezzel a témával, hogy praktikusan ezeket az embereket úgy időzőbe félretenni. Tehát tartósan félretenni. Mind betegeket kezelve tartósan félretenni. Hát igen, ez volna a megoldás, de hát ilyen cselekmények nem fognak senkit életföltiglanra ítél, legalábbis nálunk ilyen nincs, nálunk a 40 éve maximum. Tehát milyen nálunk a gyakorlat? Egyáltalán az igazságszolgáltatás hogyan tekint a nemi erőszak elkövetőire, hogyan a pedofilokra? Hát minden esetre nem így, mint hogy a barátom mondta, hogy orvoslag ezek beteg emberek, mert ha beteg, akkor nem lehet büntetni. Tehát ez egy valami olyan, a betegség és a deviáció, a perverzitás és nem tudom mi között valami létezik, ami azt jelenti, hogy ő tisztában van azzal, hogy mit csinál. Abszolút. És ő tudja, hogy ez törvényellenes cselekedet és az emberiség elleni cselekedet minden, amik ő ezt csinálja. Pont ezért lehet elítélni. Ilyen esetekben ugye most is vannak vélemények pro és kontra. Fölhördülök egyik oldalon, fölhördülök a másik oldalon. Főleg az Európai Tanács fölhördült a lengyel törvényre. Az emberi jogok tekintetében hová billen ilyenkor a mérleg nyelve? Hát a mostan érvényes alkotmány szerint ezt nem lehet megcsinálni. Mert az alkotmány azt mondja, hogy fizikai és emocionális sérthetetlenséget garantál minden embernek. Ez pedig valami igen. Módon sérti. Mert akkor ilyen alapon be lehetne vezetni például a visszatérő lopóknál lobotómiát, és akkor igen. Valamit csinálnak vele, és akkor azt többet nem fog lopni. Azt sem nem csináljuk. Ha megengedik, én esetleg a kettőnek az összetételét, én ezt úgy tudnám, hogyha, tehát van egy bizonyos tett, ami a törvényes, ahogy szokták, Isten és törvény előtt fizetendő, tehát hogyha ez 20 év, 40 év, de van egy másik dolog, az a medicina, az az etikai dolog, hogy ilyen emberrel tartósan foglalkozni kell később is, tehát úgy félretenni, ahogy én mondtam, hogy nem volna szabadra engedni úgy, hogy önállóan éljen a világban, vagy foglalkoztatni, vagy egy olyan izolációba tenni hasonlóakkal, tehát ezek pszichiátriai telepek, vagy külön kórházak, vagy nem szép kifejezés, bolondokháza, elmegyógyintézet? Elmegyógyintézet, de nem sanatórium, egy inkább
okozatokat. Így mondhatnám, esetleg egy olyan szanatórium, egy félig nyílt típusú, ahol mégis zárva vannak, de foglalkoztatni lehet őket, mert ezek lehetnek hasznos egyedei a közösségnek, mármint azon a zárt hogy is kéve, körülmények között, hogy kapálja a kukoricát, szedi a krumpit, hogy mondjam. De nem szabad, szerintem nem volna szabad visszaengedni az életbe, mert praktikusan az is esetleg kiválthat benne. Hát szerintem ez jogilag is megoldható lenne, úgyhogy leüli a büntetését, és utána egy ilyen biztonsági intézkedésként ezt kimondani, hogy neki erre a terápiára járnia kell. De az is fontos, hogy amíg üli a büntetését, addig vele foglalkozik-e valaki? Hát azt is kellene természetesen. Ha kellene, akkor ez azt jelenti, hogy ez most nincs így. Hát van a börtönökben, van pszichológus. Hogy mondjam, tekintettel arra, hogy már 5 éve, mint börtönorvos dolgozom, többek azért között Szabadkán. Azért nézek önre, igen. Úgyhogy egy bizonyos tapasztalatom van ezzel a témával. Amit én hiányolok mondjuk rá a törvényadásban, ugye, és a törvényhozás összeállításánál, az pont ez a foglalkozás, mármint úgy, hogy tehát nem lehet egy hatalmas tömegben különböző profilú emberek közé betolni valakit ilyesmit, ilyen beteget, mondja beteg vagy ilyen típusú bűnözőt. Ugyanakkor pedig 2-3 ember van, aki foglalkozik ezzel a témával, mondjuk rá 2-3 ezer emberre. Tehát megint arról van szó, tehát a medicína és a büntetőjognak le kellene ülni szerintem egy kerekasztalán megbeszélni, hogy kérem szépen ezeket az embereket egy külön börtönintézménybe izolálni, ahol egy bizonyos orvosi felügyelet lesznek állandóan. Csak visszakérdeznék, hogy azt mondta, hogy 2-3 ezer elítéltre, vagy 2 ezer elítéltre jut 2-3 börtönorvos? Na most nagyobb szisztémáknál ez mondjuk rá van 10-12 orvos. Uh-huh. Tehát, nem? Abszolút. Orvos nem. Mindenféle. Tehát igazából benn a börtönben a nemi erőszakot elkövetők lelki életével, kezelésével nem foglalkoznak. Foglalkoznak saját kérelemmel, tehát minden praktikusan börtönlakónak megvan az a joga, ugye? Hogy orvosi segélyt kérjen. De a legérdekesebb az, hogy azoknak, akiknek a legfontosabb volna ez az orvosi segélyt, azok nem kérik. Ez a legnagyobb probléma. Tehát valami egy mechanizmus meg kellene találni szerintem az, hogy teljesen izolálni őket, tehát csapatmunkával foglalkozni ezekkel az emberekkel, és plusz medikális terápia, mert tehát ez három összetevőnek kellene lenni, és akkor körülbelül meg tudnánk kapni azt a disziplinát 20 év után, hogyha őt 20 év után egy bizonyos nyíltabb, hogy is hívják ki, környezetbe tudjuk kiengedni, így mondjam, hogy akkor még meg lesz benne az a disziplina, hogy jelentkezik, hogy veszi be a gyógyszert, de még ez se garancia arra, hogy bizonyos pillanatban ezek az ösztönök, állati ösztönök, vagy akármilyen ösztönöknek mondjam. Az szerint 100%-ban visszatérőek ezek. Ezt akartam éppen még kérdezni, tehát azok, akik leülik a kiszabott büntetésük egy hányadát, mind, amikor visszatérnek a normális akkor életbe. Akkor majdnem mind visszaeső. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük. A közügyek elején azt ígértem, hogy a közügyekben megnézhetik majd összefoglalónkat a vasárnap esedékes magyarországi önkormányzati választásról. Az idő rövidsége miatt azonban ez a riport nem fér be a mai adásba. Holnap a Híradó Pluszban megnézhetik majd természetesen mindhárom híradót követően. Ez volt tehát mára, és erre a hétre a közügyek. Köszönjük figyelmüket, szép estét és szép hétvégét mindenkinek!